Medvetámadás volt Gyergyószentmiklóson, juhot ölt, embert sebesített meg a vadállat hétfőn este. Lovas napot tartott a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár. Magyarországról és Aradról is érmekkel tértek haza az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub versenyzői. A hírcímek után jöjjenek a nap hírei részletesen. Köszöntöm a Fénypont nézőit! Hétfőn este 10 órakor Gyergyószentmiklóson a Gacoldalban garázdálkodott egy nagyméretű medve. Az állatokat támadta meg, majd a hangokra odaérkező gazdát is több helyen megsebesítette. A fiatalembert a helyi kórházban látták el és tartják megfigyelés alatt. Este sötétedés után a 31 éves gyergyószentmiklósi Bakos József különös hangokra lett figyelmes a Gacoldalban tartott állatainál. Amikor odament, meglátta, hogy egy nagyméretű medve támadta meg a juhait, és ahogy el akarta kergetni a vadállatot, őt is több helyen megsebesítette, tudtuk meg dr. Bíró Csabától, a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház orvosigazgatójától. A fiatalember kiszabadult és a hozzátartozóitól kért segítséget, akik este 10 órakor szállították be autóval a sürgősségi osztályra. A bal alkarján szerzett súlyosabb sérüléseket, ahogyan védekezni próbált, illetve a combján van kisebb-sebb, de a harapás nem sértett ereket. Elláttuk a sebesültet, metszéssel, öltéssel a szükséges sebészeti eljárás alapján, megkapta a tetanusz is a veszettség elleni oltást, és körülbelül egy hétig tartjuk megfigyelés alatt a sebészeti osztályon. Erre az esetleges fertőzés elkerülése miatt van szükség. A sérülései nem nagyon súlyosak, de két hétig is eltarthat, amíg meggyógyul, részletezte dr. Bíró Csaba. A medve egy juhot is megölt a támadás során. A lakosságot óvatosságra intik, hiszen megtörténhet, hogy a medve bemerészkedik a felszegi utcákba is élelemszerzés céljából. Csak is a járványügyi előírások szigorú betartásával szervezhetik meg idén a csíksomlyói búcsút, ezért felelősségteljes szervezésre is jelenlétre lesz szükség. Az Egészségügyi Minisztérium és a Vallásügyi Államtitkárság közös rendeletének kiközlésével minden részletkérdést letisztáztak a május 22-i zarándoklat a csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezését illetően, ahol idén 10 000-en vehetnek részt. A polgármesteri rendelet értelmében a búcsú előestéjén 21-én 22 órától szombaton 18 óráig lezárják a kegytemplom felé vezető útszakaszokat. Ezeken az utakon tilos lesz a parkolás is, és a kereskedelmi tevékenység is. Ahogy eddig is megtörtént, mindig is a búcsú alkalmával vannak útszakaszok, amelyeket lezárunk pont azért, hogy vagy parkolási felületként lehessen azt használni, és ez lesz a Csíkszereda keleti meg északi bejáratán is ilyen zónák, vagy azért, hogy biztonságban a gyalogos zarándoklat majd az autóktól, a parkolóhelyektől és a városszélektől el tudjon érni a csíksomlyói nyerekbe. Mi abban segítjük majd a zarándoklat, hogy ahogy felértek a nyerek, remélhetőleg nagyon-nagyon sok önkéntessel segítjük, hogy megtalálják azt a régiós megjelölt helyet, ahová ők a kártyájuk alapján, a tartozásuk alapján részt tudnak venni, és biztonságban vannak a szentmisén, figyelve egymásra. Segítünk abban, ha szükséges, hogy a járványi szempontból használt eszközök, maszk, vagy éppen készfetlenítő legyen kéznél, tehát ezt tudják használni, és abban is együttműködve mindenkivel segítünk, létrehozva a csíksomlyói passió játékot majd a búcsú szentmise végén, hogy ne kelljen egyszerre mindenki eltávozza a nyerekből. Ez nagyon fontos, hogy ne egyszerre induljanak az emberek, és a felmenő útvonalakon is legyen az felcsiki gyergyő, vagy középerdi, vagy éppenséggel alcsiki külön útvonalakon, megjelent útvonalakon, hogy jussanak fel a nyerekbe. Kötelező lesz a maszkviselés és a másfél méteres távolság betartása. Mindazon kegytárgyakat, amelyeket a hívek megérintenek, rendszeresen fertőtleníteni kell. A búcsújárásnak az egyik alap eleme az értetkőzés, tehát ami azt jelenti, hogy a búcsúsok oda mennek a kegyszoborhoz, kegyképhez, és a kegytárgyaikat hozzáérintik. Az idei évben ez sajátosan, vagy rendkívüli módon alakul, hiszen amint kértük már a közleményeinkben, hogy a keresztalják ne álljanak meg a kegytemplom előtti téren. Engedjék át a helyet annak azok számára, akik föl szeretnének menni a kegyszoborhoz. Ebben az önkéntesek fognak a segítségünkre lenni,
hogy zsúfoltság, tumultus ne alakuljon ki itt a kegytemplom előtti téren, illetve a kegytemplomban pedig tudják megtartani, vagy betartatni a zarándokok a szükséges távolságot. A kegytemplomban továbbra is szükséges lesz a masznak a viselése, mint ahogy a zarándoklat alatt is, tehát a szentmise alatt, a nyerekben, annak ellenére, hogy szabad téren vagyunk, és a kegytárgyakat pedig az idei évben be lehet vinni a kegytemplomba, de nem lehet majd hozzáérinteni a kegyszoborhoz, a járványügyi előírásokat így tudjuk betartani, és ezért kérjük, hogy az idei évben fokozottan figyeljünk oda, még inkább egymásnak az egészségére, biztonságára, épségére. A hegynyerekben, esperességi kerületenként kijelölt helyen gyülekezhetnek az zarándokok. Ajánlott, de nem kizáró jellegű nyakba akasztható azonosítók viselése, amelyet a plébániáktól igényelhetnek a későbbiekben. Az Erdély Egyházmegye esperesi hivatalaiként különböző színnel, jellel ellátott kártyákat, mint egy negyed A4-es oldal nagyságban készítettünk el. Ezt hétfőn délután, hétfőn este fogjuk eljutatni Erdélyben mindenhova, de ebből juttatunk el a temesi, a bihari és a szatmári püspökségekre is. És arra kérünk mindenkit, hogy ezeket használják, illetve ezek mentén térkép is lesz a fel- és a leérkezési útvonalra, pont azért, hogy ne alakuljon ki csoportosulás olyan, ami talán akár nehézséget vagy veszélyt jelenthetne az emberi egészségre, és abban bízunk, hogy mindenki példás módon be fogja tartani számára kijelölt helyet, és ezáltal tényleg a Szentmisén úgy tudunk részt venni, hogy mi sem leszünk, senki sem lesz veszélyben, de nem is okozunk senkinek semmilyen veszélyt, és erre kérünk mindenkit, hogy ezeket a kártyákat igényeljék. A külföldről érkező hívek számára a határátlépés lehetséges, a zarándoklaton való részvétel pedig nem tiltott, de esetleges bonyodalmak elkerülése végett, a szervezők azt javasolják, hogy a televíziós közvetítést követve lélekben vegyenek részt a fogadalmi búcsún. A szervezők kérnek minden zarándokot, hogy felelősségteljesen a szabályok ismeretében vegyenek részt a fogadalmi búcsún. A Gyergyószentmiklósi Hővíz és Csatorna Szolgáltató közmű munkatársai május 24-25-én 16 és 20 óra között felkeresik a Bucsin 12 A lépcsőház lakóit a fűtés, ivóvíz és csatornázási fogyasztói szolgáltatási szerződések megkötése érdekében. Ezt követően a Bucsin 7A, 23B, Virág 49D, 20A, 49C, Forradalom 1A, 9A, 1B lépcsőházak lelátogatására kerül sor. A szerződéskötéshez szükséges okmányok a következők: személyi igazolvány vagy az azt helyettesítő okmány eredetije és másolata, a tulajdonjogot igazoló dokumentum eredetije és másolata, esetenként egyéb tulajdonjogot bizonyító dokumentumok, így házassági, elhalálozási vagy öröklési bizonylat. Kisiskolás osztályok, összesen 285 kisdiák látogatott el a pedagógusok kíséretében kedden a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba, ahol az udvaron lovakkal ismerkedhettek, miközben lovakkal kapcsolatos könyvkiállítást is megtekinthettek. Az intézmény vezetője elmondta, ezzel a programmal nem titkolt szándékuk az olvasókedv serkentése volt a gyerekek körében. Nem mindennapos programnak volt otthona kedden, május 18-án a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár. Kicsiktől nagyokig a könyvtárba betérő lovas foglalkozáson vehettek részt. A program célja kettős, fogalmazott Vince Csilla intézményvezető, egyrészt élettel megtölteni a könyvtárat, másrészt a lovak által játékos formában megszerettetni az olvasást a gyerekekkel. Már amikor ide kerültem én a könyvtárba, azt mondtam, hogy én ebben az udvarba szeretnék életet lehelni. Tehát ez egy akkora rendkívüli adottság Gyergyószentmiklósi könyvtárnak, amivel se a Székely udvarhelyi, se a Csíkszeredai nem büszkélkedhet, se a Sepsiszentgyörgyi. Tehát van nekünk egy gyönyörű szép udvarunk, amit érdemes kihasználni. És hát erre egy próbálkozás. Három lovas szólítottunk meg, és örömömre mind a hárman ingyen, bérmentve igent mondtak arra, hogy behozzák lovaikat ma délelőtt. Bajkó Krisztava most
most itt, aztán Gál Katalin fog jönni a lovaival, végül pedig Farkas Árpád, és egy olyan lovas foglalkozást terveztünk, ami a gyerekeknek, de a felnőtteknek is öröm. Délelőtt gyerekcsoportok vannak bejelentkezve, fél óránként váltják egymást, párhuzamosan az udvaron zajló eseményekkel, ahol meg lehet érinteni a lovat, meg lehet etetni a lovat, meg lehet simogatni, fel is lehet ülni, rá lehet lovagolni is. Ezzel párhuzamosan fent az emeleti teremben van egy könyvkiállítás, lovakkal kapcsolatos témában gyűjtöttünk össze nagyon sok könyvet, amiből válogathatnak a gyerekek, a lótartástól kezdve különböző lovas történetekig. Ilyennel próbáljuk bevonzani a könyvtárba az új olvasóinkat, és segíteni a gyerekeknek leküzdeni azt a kint, amikor még az olvasás nem öröm, hanem egy feladat, biztatják a szülők, biztatják a pedagógusok, de neki ez még nem öröm, és azt gondolom, hogy egy ilyen élménnyel hozzá lehet segíteni a gyerekeket ahhoz, hogy az olvasás öröm legyen. Mert hogyha végigolvas egy olyan könyvet, mondjuk egy lovas történetet, ami neki kedves, akkor szert tehet arra az olvasási gyakorlatra, hogy utána már ez nem egy kínlódás. A délelőtt folyamán iskolás csoportok váltották egymást, akik első lépésben az udvaron lovakkal ismerkedhettek. Délután a nagyobb diákokat, családokat várták, szintén a lovas ismeretek bővítésére. Ez alatt a könyvtár emeleti termében ugyancsak lovas témában könyvkiállítás is megtekinthető volt. Kriszta inkább a lovagoltatást és a lovassportot választotta, Gál Katalin a lóról, magáról beszél, és a ló tulajdonságairól, hogy mitől különleges a ló, illetve nekünk magyaroknak miért van különleges vonzódásunk ehhez a nagy négylábúhoz. Farkas Árpád talán, aki a legtöbbet ért a lovak lelkéhez, a lovak nyelvén tud beszélni, és ő tőle ezeket a dolgokat lehet megkérdezni, ezért délután inkább családokat várunk, és nagyobb diákokat. Az esős idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár legújabb rendezvényére, s bár főként a lovak simogatása, etetése, a lovaglás varázsolta el a gyerekeket, sokan lapozgatták a kiállított könyveket is. Megjelent a hivatalos közlönyben az egészségügyi és a tanügyminiszter közös rendelete, amely lehetővé teszi, hogy azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi arány 1000-elék alá csökken, már másnap visszatérjen minden tanuló az iskolákba. Mint ismert, eddig heti rendszerességgel a péntekenként mért fertőzöttségi arány alapján döntötték el, hogy egy-egy településen milyen forgatókönyv szerint folytatódhat a következő héten az oktatás. Diszkriminatívnak látják a kulturális szektorra nézve a szombattól életbe lépett intézkedéseket a különböző művészeti és művelődési ágakat képviselő egyesületek. Ők közleményben kifogásolják a kormány enyhítéseket tartalmazó megoldásait. Több szakmai egyesület is értetlenségét fejezte ki egy közös közleményben azzal kapcsolatban, ahogyan az enyhítéseket a kormány megszervezte. A színházi, táncművészeti, zene és filmipari dolgozókat képviselő egyesületek által aláírt közleményben diszkriminatívnak látják a kulturális szektorra nézve a szombattól életbe lépett intézkedéseket. Az erről szóló törvényben ugyanis a kormány arról döntött, hogy azon településeken, ahol 3000-elék felé megy a fertőzöttségi arány, tilos lesz beltéri kulturális események megtartása. Csak hogy a művészek nem értik, ez mire is jó, ha úgyis csak eleve az mehet előadásokra, aki be van oltva vagy elvégzett egy friss koronavírus tesztet előzőleg. Nem értjük, Románia miért választja azt, hogy csak az esküvőkön, bevásárlóközpontokban és a sportmérkőzések szüneteiben, mivel ezek 25%-os kapacitással működhetnek, lehessen zenét hallgatni, írják a közleményben. A kulturális szektor dolgozói azt sem értik, hogy egyes korlátozásokat miért az országos vagy megyei fertőzöttségi arány függvényében terveznek meghozni, holott számos település sokkal jobban szerepel az országos átlagnál átoltottság szempontjából. Azt sem értik, ha valaki be van oltva, miért kell maszkot viseljen és 2 méteres távolságban ülnie, hiszen kizárólag beoltottak fogják körülvenni az előadásokon. Továbbá értetlenül állnak azelőtt is, hogy az Országos Vészhelyzeti Bizottság miért mondja most, hogy augusztus 1-től csak egynapos rendezvényeket lehet majd tartani, szerintük ez kiszámíthatatlanná teszi azt a nyarat is. Ők meg már egy éve kérik a kormányt, hogy valamiféle kiszámíthatóságot biztosítsanak a kulturális szektornak. Az egyesületek kérik Florin Kücu miniszterelnököt, hogy módosítsanak a nemrég meghozott döntéseken, és felajánlják, hogy segítenek a szabályozások logikusabb kidolgozásában.
Szlovéniában zárják a szezont a GHK válogatott játékosai. A Gyergyói Hoki Klub három játékosa, Bíró Gergő, Ferenc Csibi Róbert és Péter Zsolt ezen a héten egy nagyon erős nemzetközi tornán szerepel a romániai jégkorong válogatottal. Eddig két meccsen vannak túl, előbb Franciaországgal csaptak össze, majd Ukrajnával találkoztak. Az első meccsen alul maradtak Franciaországgal szemben, de győzni tudtak az ukránok ellen. Péter Zsoltnak sikerült mindkét mérkőzésen gólt lőnie. A divízió 1A világbajnokság helyett rendezett tornán a román válogatott kedden este Szlovéniával, csütörtökön Ausztriával, pénteken Lengyelországgal csap össze. Kiválóan szerepeltek a Gyergyószent Miklósi székhelyű erdélyi Godakó ökölvívó sportklub versenyzői az elmúlt időszakban. Előbb Magyarországon a Kőbánya kupán vettek részt, majd Aradon a Románia kupán értek el kiemelkedő eredményeket. Mindkét helyszínről érmekkel térhettek haza. Május 10-én a Kőbánya kupán mérettettek meg az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub boxolói. Az U16-os mezőnyben nem volt könnyű dolguk a versenyzőknek, hiszen sokkal tapasztaltabbakkal kellett szembenézzenek. Élete első összecsapását vívta Milotai Dávid és Kovács Angelo is, és Pál Szilveszter is most mutatkozott be ebben a korosztályban. Mindhárman ezüstérmesek lettek. A serdülő, vagyis U14-es korosztályban aranyérmes lett Vajda István, Majlát András és Búzás Róbert, ezüstérmet kapott Benedek Péter. Jól érezte mindenki magát a Kőbánya kupán. Az utánpótlás 14 éves korosztály, ugye neki kimondottan egy felmérő volt, egy olyan felmérő volt a Románia kupa előtt, hogy hogy is állnak a magyarországi versenyzőkkel is, akik az élvonalba tartoznak. És tisztességesen helytállt minden versenyzőnk, a négy versenyzőből három aranyérmmel zárt, és Benedek Péter ezüstéremmel, de Benedek Péter mérkőzése az egy olyan mérkőzés volt, hogy na, Péter kezét is emelhették volna a magasba nyugodtan, hogy az ellenfél kezét emelték a magasba a Kőbánya kupán. A serdülőknek pedig egy felmérő mérkőzések voltak, három mérkőzés volt, ahol ők is nagyon jól szerepeltek. Az erdélyi Godakó ökölvívó sportklub boxolói ezt követően múlt hét második felében Aradon vettek részt az U14-esek Románia kupáján. A négy napos versenyen egy súlycsoportban 16 ökölvívó mérettetett meg, a selejtezők után a 8-as döntő, majd a negyed döntő és a döntő várt a legjobbakra. A kiemelt versenyzőink például Majlát András, jött, vagy ez is térmes volt, ő már kiemelt kategóriába volt sorolva, és minden versenyzőnk, azok a versenyzők is, akik ugye kezdők voltak és első mérkőzéses bemutatkozók voltak, nagyon szépen teljesítettek, mindenki helytállt, és közülük is tovább jutott. A Petrozsényi neveltünk, a Petrozsényi Fiók Egyesületnek a versenyzője Alex, hogy az első mérkőzésen a kolozsvári ellenfelét nagyon szépen megoldotta, pontozással győzött, és ő is tovább jutott az elődöntőbe. Ezen kívül pedig ugye hazai neveltek, Benedek Péter, Búzás Róbert és Majláta András, ő kiemelten teljesített mind a hárman. Búzás Róbert nyert, ő tovább jutott az elődöntőbe, Majláta András ugyanúgy, és Benedek Péter ugyanúgy. Az elődöntőbe való teljesítés az Majláta András nyert, Benedek Péter ugyanúgy nyert, és akkor ők voltak a döntősök. A döntő az egy elég kemény nap volt, és úgy volt kemény nap, hogy az ellenfeleket ott már én is tudtam elemezni. Mind a kettőjüknek két balkezes versenyző volt. Andrásnak az aktuális román bajnok volt az ellenfele, Péternek pedig egy onesti fiú volt. Összeraktunk egy taktikát, Péter nagyon ügyesen ugye megoldotta, és gyakorlatilag a harmadik menetben az ellenfelét le is léptették. Azt jelenti, hogy nem kellett a bírókra bízni a döntést, egyértelmű győzelem volt. Így Péter kezét emelték a magasba, ami azt jelenti a Románia kupa győztes Benedek Péter. Andrásnak az ellenfele, ő egy dinamos válogatott gyerek volt, első számú válogatott. Nagyon szoros mérkőzés volt, ott viszont nem tudott döntőfölény születni, és a pontozó bírókra volt döntve a döntés. Ott ugye a bukaresti dinamos fiúnak emelték fel a kezét a magasba. Ez volt az első alkalom, hogy a Románia kupa aranyérmét gyergyói ökölvívó nyakába akasztották. A 40 kg-osok versenyében bronzérmet nyert Vajda István, 48 kilós súlycsoportban pedig Búzás Róbert és Alexandru Burleák is bronzérmes lett. Pihenésre azonban nem lesz lehetőségük a godakósoknak, hiszen három mérkőzés sorozat is vár rájuk. Csütörtökön menjünk Marosvásárhelyre. A U16-osokkal lesz egy felmérő verseny, egy kupára vagyunk meghívva, 7 versenyző fog részt venni, onnan hazajövünk, beköltöztek az edzőtáborba, és a jövő héten kedden utazunk Zilahra, a U16-os Románia kupára.
Onnan, hogyha hazajövünk, a következő versenyünk az viszont már összevontan, a serdülők U14, U16 is megyünk Magyarországra, oda már viszünk lányokat is, két lányversenyzőt is viszünk, ahol 10 versenyzővel fogunk részt venni a Magyar Kupára, és ez egybe ebbi válogató is lesz. 10 nap alatt több mint 20 mérkőzés két országban, összesen 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem az elmúlt időszak mérlege az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklubnak. Ez az éremgyűjtés pedig Marosvásárhelyen, Zilahon, majd Magyarországon folytatódhat. Ez volt már a Fénypont, köszönöm nézőink figyelmét. Adásunk a Székelyföld magazinnal folytatódik, ha tehetik, nézzenek bennünket. Szép estét, viszontlátásra holnap!